Reggelt kívánok 2022. április 20-án, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az ünnepek után visszatérünk a hétköznapokba, és köszönjük, hogy Te a hétköznapokban is velünk vagy. Hogy Úr Jézus Krisztus, Te abba az igába akarsz befogni bennünket, ahol Te már az egyik oldalon ott vagy, és Te segítesz nekünk húzni naponként az igát, végezni a feladatokat, mindezt úgy, hogy azzal a szeretettel tehessük, amelyet tőled kaptunk és tőled tanulhatunk. Kérünk, hogy ha kedves Te előtted, akkor most is Te szólíts meg minket a Te igéd által, hogy annak az üzenetét megértsük és meg is tudjuk cselekedni. Bocsáss meg azt, amit elrontunk, és segíts nekünk abban, hogy a mai napon minél kevesebbet hibázzunk. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, Sámuel második könyve, 16. részéből az első 4 verset a következőképpen. Alig jutott túl Dávid a hegytetőn, szembe jött vele Cíbá, Mefibóset szolgája, 2 fölszer számozott szamárral. Volt rajtuk 200 kenyér, 100 csomó aszú szőlő, 100 adag érett gyümölcs és 1 tömlő bor. A király megkérdezte Cíbától: mit akarsz ezzel? Cíbá így felelt: a szamarak legyenek a király háza népéjé, hogy azokon járjanak. A kenyér és az érett gyümölcs legyen a szolgák eledele. A bor pedig itala annak, aki ellankod a pusztában. Ekkor megkérdezte a király: hol van uradnak a fia? Cíbá így felelt a királynak: ő Jeruzsálemben maradt, mert azt gondolja, hogy Izrael háza most visszaadja neki apja királyságát. A király ezt mondta Cíbának: legyen minden a tied, ami Mefibóseté volt. Cíbá erre így felelt: leborulok előtted, légy hozzám ezután is jó indulattal, uram, királyom. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, nem mindenki számára egyértelmű, mi is történik, mert hogy az elmúlt napokban arról olvastunk az ószövetségi igeszakaszban, hogy Dávid fia Absalom fellázad Dávid ellen, a királyságra tör, és Dávidnak menekülnie kell. Eljutunk odáig, hogy Dávid menekül, és az olajfák hegyén fölfelé menet, annak a csúcsán és azután is történik esemény, most éppen az olajfák hegyén túl lévő eseményeket olvassuk. Milyen érdekes, hogy amikor menekül Dávid, a legszélső háznál számba veszi a szolgáit, elvonul előtte az egész nép, egész hadi nép, aki vele tart. És nem tűnik fel neki, hogy Mefibóset hiányzik. Van ilyen, amikor az embernek a saját értékét kell felülvizsgálnia, hogy kinek a számára vagyok fontos, és kinek nem. Feltűnik-e, ha nem vagyok. Ugyanakkor ez az ördögnek egy jó kis eszköze arra, hogy a saját hiúságunkat becsapja, és növelje az egónkat. Mert hogy nem embereknek kell megfelelni. Nem embereknek kell hiányozni, hanem egész egyszerűen Istennek kell szolgálni. Mert különben saját magamra fogok fókuszálni az Isten helyett. Mefibóset nem jön, hiszen nyomorék, fogyatékkal élő, mindkét lábára sánta, talán emlékszünk még rá, ő volt az, akit elejtett a dajka, amikor menekült Saul és háza népe. Ő Saulnak az unokája, Jónátánnak a fia. A király asztalánál étkezhet, mert erre a rangra emeli őt Dávid, Jónátánért, az ő édesapjáért, hiszen Jónátán volt Dávidnak a legjobb barátja. Most ő nem menekül Dáviddal együtt. Dávid viszont igen, és nem csak felér az olajfák hegyére, arra a hegytetőre, ahonnan látszik Jeruzsálem, hanem tovább megy. Ennek is van üzenete, tovább menni a tetőről, a csúcsról. Onnan lefelé, ahonnan már nem látszik Jeruzsálem, ahol már talán nem látszik a múlt, mert valami újat kell kezdeni. Régi újat, hiszen Dávid számára nem ismeretlen a menekülés, olyan sokszor volt már benne része. Az, hogy a saját gyermekeit hogy neveli, és ők támadnak rá, és ez mennyire kudarc egy szülőnek, nem kell különösebben részletezni. Milyen jó, hogy van valaki, aki ezt is helyre tudja tenni. Mert hogy minden földi hatalom és minden kincs elvész, de lehet mennyei.
Ez pedig nem más, mint amit Jézus Krisztusban kapunk. Ő az atyának az egyszülött fia, akit engedett, hogy meghalljon érted és értem. Aki ő benne bízik, az mennyei kincseket gyűjt, és nem földi hatalmat és hiúságot. Ahogy már lefelé jön az olajfák hegyéről Dávid és az ő, a vele együtt lévő hadinép, szembe jön vele Cíbá. Szembe jön, és mégis olyan híreket hoz, minthogyha ő maga is Jeruzsálemből jött volna. Ma azt mondanánk, két teherautóval érkezik, ami tele van segélyszállítmánnya, mindenfélével, amire szüksége lehet a menekülőknek. És persze, hogy Dávidnak ez jól esik. Jól esik, hogy van szállítóeszköz, még kettő. Jól esik, hogy olyan dolgokat kap, amit hasznosítani tud, akár a gyermekek, akár a nők tekintetében, hiszen az az élelem, amit hoz, az kiemelt fontosságú. És eszünkbe juthat nekünk is valami, ami egész biztosan Dávidnak is eszébe jutott. Volt már olyan, hogy valaki szamarakkal és préselt fügével, aszúva szőlővel, kenyerekkel megpakoltan jött bele szembe hirtelen egy lejtőn. Emlékszik még Nábára és Abigailra, hogy így ismerte meg az egyik feleségét, aki elég bölcs volt ahhoz, hogy kiengesztelje Dávidot, és hasonló adományt hozott, mint most Cíbá. Dávid pedig elfogadja ezt, és amikor megkérdezi Cíbát, akire rá volt bízva Mefibósetnek a földművelése, mindaz, ami a ő majorságához tartozott, hogy hol van a te urad, akkor Cíbá nem csak annyit mond, hogy ő Jeruzsálemben maradt, hanem hozzáteszi azt, ami már csak feltételezés, mert azt gondolja, hogy Izrael háza most visszaadja neki apja királyságát. Szándékosan ferdít, rossz indulattal, számítóan Cíbá. Dávid nem lát át a szitán. Dávidnak nem esik le, hogy hogyan is tudna menekülni egy mindkét lábára béna ember, és elhiszi a feltételezést. Gyors döntést hoz, hiszen menekül érthető, de rossz döntést hoz. Cíbának adja Mefibósetnek az összes birtokát, és érthető ugyan, amit tesz, de neki be kell látni, hogy rossz döntést hozott, és meg is fogja majd ezt változtatni Dávid király. A most számára rendelkezésre álló információk alapján kell döntést hoznia, ítélnie. Ezzel mi is így vagyunk. Mindig csak az alapján tudunk valamilyen döntést meghozni, ami éppen információ. És hogy ez a döntés jó vagy rossz, majd később derül ki. Ezért a mai napon ne hozz gyors döntést. Vidd Isten elé azt, amiben dönteni akarsz. Hiszem, hogy ő ad választ, ő ad segítséget. Adja Isten, hogy mi is, ha túljutunk egy hegyen, egy csúcson, akkor legyen erőnk újat kezdeni az Úr Jézus Krisztussal, megkérdezve Istent, hogy ne gyors döntéseket hozzunk. Ismerjük fel, ha valakinek valamire szüksége van, és tartsuk fontosnak azokat, akik ránk bizattak. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy te olyan fontosnak tartasz minket, hogy az Úr Jézus Krisztust adtad értünk. Ehhez képest, Urunk, mi olyan keveseket tartunk fontosnak, de azt elvárjuk, hogy minket fontosnak tartsanak. Sokszor önzőek és hiúak vagyunk, Urunk, és nehéz ezt elengedni. Köszönjük, hogy benned lehetséges, mert benned mindent megtalálunk, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy kirendeled a mindennapi eledelt is, gondoskodsz rólunk. Megadod, hogy legyen lehetőségünk ruházkodni, hogy hol éljünk. Hálásak vagyunk, Urunk, azokért a köznapi dolgokért, amik olyan természetesek, mint a levegő, aztán, ha egyszer nincs, akkor csak csodálkozunk. Kérünk, Istenünk, hogy ezt a mai napot is te áld meg. Ha tudjunk úgy járni, úgy élni, ahogyan az kedves te előtted. Segíts nekünk, hogy ne hozzunk elhamarkodott döntéseket, és tudjunk minél inkább rád hagyatkozni. Áld meg, kérünk, a mi életünket, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára. Ha kedves te előtted, akkor te adj a betegeknek gyógyulást. Azoknak, akik távol vannak tőled, te érints meg a szívét, hogy közeledjenek hozzád. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot mindenkinek!